Így fest most a Herman Otto utcai gázdobbanás szenvedett ház belülről. Három emelet magasan hiányoznak a födémek, és olyan tartószerkezet biztosítja a stabilitást, melynek darabja 8 tonna teherbírású. Két hónapban elbontottuk födémeket, falakat. Mondta Kocsmár István, az Aliszka Bau ZRT vezérigazgatója, aki kiemelte, ma már teljesen biztonságos az épület, de az elmúlt időszakban többször éltek meg nehéz pillanatokat, míg a jelenlegi helyzethez eljutottak. Közel 400 köbméter törmeléket vittünk el, aminek azért a jó része építési törmelék volt. A biztonságot pedig ugye az is elősegít, amit bent lehetett látni, hogy a külső megtámasztások mellett most már három szinten belül mindenhol ki vannak támasztva a falak. Ennek megfelelően elkezdődhet a lakások újjáépítése. Kocsmár István véleménye szerint, ha a munkák befejeződnek, ez lesz Szekszárd egyik, ha nem a legbiztonságosabb épülete, annyira megerősítik a szerkezetet. Ács Erzső polgármester azt mondta, a város továbbra is minden támogatást megad a lakóknak. Mi azt mondtuk ugye, hogy nem pénzkérdés az, hogy a lakók mellett álljunk, tehát ameddig szükség van a segítségére a városnak anyagi szempontból, vagy éppen pszichológus szempontjából, hiszen ilyeneket is figyelembe kell venni, addig a lakók mellett fogunk állni. Tehát akár időben nincs korlát, akár anyagiakban nincs korlát, mindenféleképpen minden segítséget meg fogunk adni. A jelenlegi helyzet szerint az első lakók március végén költözhetnek vissza a lakásaikba.